I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norma vagyok, és most be fogom mutatni ezt a motort, ami a Pegassi Oppressor névre hallgat. Nézzük is a tuningját, és ezt a motort ugye a Avengerbe lehet tuningolni, legalábbis nekem ott engedte. Máshol nem engedte, csak itt ebbe. Na ez mi? Ah, ilyen burkolatot rak le még az oldalára. És ez első sárvédő, az életre. A tank. Nem lehet megnézni, hogy mit csinálok lényegében. Livery is van rá. Inkább a fosszínben nem látok semmit rajta. Szóval majd átszínzek is utána. Hátul is egy sárvédőt rakni. Feldobjuk, és akkor valami szint. Le lehet látni is valamit. Nagyon sárga. A másik maga csíkú címre, ahol gondoltam. Az legyen mondjuk kék. Jó, csak különbléma. Na és akkor visszamegyünk a library-re. Na most már látom is, hogy mi van rajta. Hát lényegében úgymond a szokásosak ezek a terepmintások. Más nincs rá. Na ez mi? Hát ilyen módosít valamit, de nem látom, hogy mit. Hát legyen ez, nem tudom mit rakott rá. Színnél. Színnél se fordítsa a kamerát. Nézem, hogy minél fordítaná a kamerát, de semminél. És fegyver, ennek nem van lakatolva. Szóval azt most nem tudjuk megnézni benne. De rakétát rakna bele. És alapból most csak gépfegyver van benne. Még felnőtt is lehet rajta csinálni, beszarás. Hát azt nem gondoltam volna. Legyen ez a részről. Hát nagyon sokat látok belőle így. De egy ilyen hülyeséget, hogy nem fordítja a kamerát. Nem csak a külsőjét színeznél, nem kell. És a gombi füstje legyen sárga. Na és akkor menézzük a szabad kóbanásból, hogy mit tud ez a motor. Na és akkor itt is vannak, és akkor nézzük, hogy mit tud így a kívül a motor. Hát ugye kiletikne a szárnyék vele, akkor nem már lehet így repülni vele. De jó. Érdemesebb turbóval, de viszont ez nem lehet sok ideig repülni. Nem úgy, mint a MK2-es verziójával. Az a sokkal tovább lehet, tehát ez kb. Csak ennyi. Na és akkor nézzük meg, hogy milyen az, hogyha benyom a turbót és utána emelem fel a motort. Hát én nem annyira rossz. De nem lehet sokáig repülni, ezt utálom ebbe a motorba. Kb. Ennyi és kész. Az április tovább repülni, le kell jönned a földre. És ha például nincs a közelben föld, akkor sokat élsz vele. Akkor ugye mondom, azt mondtam, hogy alapból csak gépfegyel van benne, de ezt a bunkerbe kell kifarmolni a rakétát, hogy legyen benne. Az, hogy azt nem tudom, hol sincs. Hát szerintem ez a motor nagyon nem éri meg. Az MK2-es verziós 100-szor jobb, mint ez. Ez szerintem már manapság pénzkidobás. Szóval ezt egyértelműen nem állom így semmilyen harci küzdelemre, mert ez alul maradna mindenkit. Ez nagyon nem jó az a motor. Ez csak esetleg ilyen fanolásra, hogy mivel régóta bent van már. Mert azt sem tudom, ez milyen verzióban jött be még DLC-jel. Na de viszont ennyit volna már ez a videó, ha tetszett akkor lájkold, iratkozz fel, hogy kövess meg Twitch-en, ha szeretnél előadásokat nézni. Legközelebb jövök vissza, sziasztok!